Szia! Szeretnék most egy kicsit a kompozícióval foglalkozni, hogyan is épül fel egy kollázsnak a kompozíciója, hogyan érdemes megfigyelni az egyes részleteknek a tulajdonságait ahhoz, hogy egy harmonikus, kiegyensúlyozott és minden szempontból értékelhető, fogalmazzunk így, kompozíció szülessen, ami tényleg neked magadnak is tetszik, aki készíted ezt. Azt figyeltem meg, hogy sokaknál probléma ez, hiszen, ahogy itt is látható, szándékosan szedtem össze nagyon különböző papírminőségű, nagyságú, mintájú, színű, formájú darabokat, azért, hogy minél nagyobb legyen a káosz és a katyvasz, ami nagy eséllyel mindenkinél így van, aki gyűjtögeti a papírokat, hogy utána majd felhasználja. Hogyan lehet mégis ezt a sokféleséget valamiféleképpen egy egységbe rázni? Félre is teszem ezeket most. És ez a fehér lapunk lesz az oldal, amire dolgozni szeretnénk. És nézzünk meg néhány alapvető szabályt, ami rendkívül fontos, le is csüccsenek. Először is, bár fehér a lap maga, és fehér az egyik kis darabka is, mert hogy ezt egy másik alapra kellene raknom. Minden esetre mindenképpen ezzel szeretném kezdeni, így talán egy hátteret adok neki, teljesen jól megfigyelhető. Az első kérdés, hogy a sötét vagy a világos szín ugrik-e ki jobban egy háttérben. Nyilván függ a háttér színétől, ahogy az előbb is láthattátok, a fehér a fehéren eltűnik, akkor a fekete látszik, de mondjuk egy ilyen közepes, picit sötét árnyalatú háttéren egyértelműen a fehér kap egy központi szerepet, az vonza oda a figyelmet. Nagyon fontos, és ez általánosságban is elmondható, hogy általában is a világos foltok nagyobb figyelmet kapnak, annál érezzük azt, hogy fényesebb, hogy közelebb van hozzánk, hogy tágabb a tér, valahogy nagyobbnak látszik egy ugyanakkor a világos felület, mint egy sötét. A sötét az mindig a mélységet, a távolságot jeleníti meg, tehát a hátteret valamiképpen, így tehát a fehér vagy a világos felület mindig valahogy közelebb van hozzánk érzetre, és ezáltal jobban odafigyelünk rá. Ez fontos. Nézzük meg a következő lépésben, hogy vegyünk két egészen másik darabkát. Ezek is hasonló nagyságúak. Melyik kap nagyobb figyelmet? A világosabb, pasztelesebb árnyalat, vagy az élénkebb? Mindenféleképpen az élénk árnyalat. Ugyanannak a színnek egy pasztelebb és egy élénkebb változatából mindig az élénk vonza oda a figyelmet. Ez is lényeges. Hagyjuk itt az élénket, és nézzünk meg ugyanebből a színből egy nagyobb darabot. A nagyság tekintetében mindig a nagyobb az, ami központibb figyelmet kap, tehát mindig a nagyobbra figyelünk oda jobban. Nyilván ez is ösztönös, tehát ha valami nagyobb, jobban félünk tőle, ősember, tehát nagyobb figyelmet érdemel mindenféleképpen egy nagyobb méretű bármi. Így hát erre fogunk odafigyelni, ez is nagyon fontos. Nézzünk most meg egy hasonló nagyságú, de mintás darabot. Melyikre figyelünk jobban, az egyszínűre, vagy a mintásra? Mindenféleképpen a mintásra fogunk jobban figyelni. Az felszabdalja ezt a nagy felületet, tehát mindig, hogyha egy nagy felületünk van, az olyan unalmas, hogyha egyszínű. Hogyha valami felszabdalja, akár ha ilyen halványabb is,
Ugye az előbbi az egyszínűbb volt, ez bár halvány árnyalatú, mindenképpen sok apró részletből áll, jobban oda vonza a figyelmünket, mert szeretnénk megfejteni, hogy mi is van rajta, főleg, hogyha felismerhető is, hogy mi van rajta, és valami olyan mintázat, vagy olyan ismétlődés, akkor még inkább, de így meg valami rejtelmes dolog, hogy mi is ez itt rajta. Tehát mindenféleképpen a mintás az egyszínűvel szemben mindig nyertes. Nézzünk meg kettő mintásat hasonló méretben, rendkívül tanulságos. A szabályos minta az sokkal nagyobb figyelmet vonz, sokkal inkább központba kerül az elem, ha megnézitek. Tehát rögtön erről a halvány bár mintásról átmegy ide a figyelmünk, valami ismétlődik, valami szabályos, és ami még itt nagyon fontos, hogy kontrasztos, a sötét, világos részek váltakoznak rajta. Minden, ami kontrasztos, szabályos, rendszer alapú, tehát valami ismétlődés van rajta, valami ismétlődő mintázat, az sokkal jobban odavonza a figyelmünket, mint egy organikus minta, vagy valami szabálytalan, vagy valami elmosódott. Na, és még egyet szeretnék megmutatni, ugyanebből a mintázatból, melyik vonza jobban a figyelmet, az egy nagy felület, vagy a sok apró. A sok apró lesz ez esetben a győztes, tehát még az ismétlődő mintázatot is jobban szétszórja, figyelmünket odavonz, és próbáljuk meg összerakni, egy kicsit rendezni a fejünkben az, hogy mi is történik itt, és ez lefoglalja a szemünket, agyunkat, és ezáltal ez lesz inkább fókuszpont, mint egy nagy felület, még hogyha ismétlődő minta is van rajta. Na, mindezekkel a tudással felvértezve próbáljunk meg mondjuk egy kupac valamiből valamit, most ide rakok néhány, teljesen különböző minőségű, formájú dolgot, és nézzük meg, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Tehát alapvetően nagyon nagy káosz van, ha ránézünk. És mit szokott ilyenkor elkezdeni az, aki nem tud ezekkel mit kezdeni? Elkezdi kitapétázni az alapot. Tudom, kinek ismerős ez. Valahogy mindenhova jusson valami, és akkor majd úgy csak valami történik. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetsz. Tehát ez a, én csak puzzle effektusnak hívom, amikor így szépen egymás mellé próbáljuk meg lefedni az alapot, mint a jó tanuló, és akkor utána majd valami történik, mert így ugyanolyan káoszos. Tehát így nem mutat semmit. Nincs fókuszpontunk, illetve nyilván itt az előző szabályszerűségek alapján a legnagyobb, legélénkebb, vagy talán a mintás, ami kiegyenlíti egymást, itt van mindenféle mintázat, itt egy nagy felület, tehát ebből igazán nem lesz semmi. Tehát ez a legrosszabb, amit csinálhatsz, hogy puzzle-ként telerakod az oldaladat. Mi szokott lenni a másik hiba? Akkor fogjuk ezeket. És ha azt gondoljuk, hogy jó, hát ne rakjuk tele a lapot azért mindenfélével, akkor fogjuk és elkezdjük így valahogy így szétszórni a darabokat rajta, és ez megint valami értelmetlen és unalmas dologba torkollik. Nem érnek egymáshoz az egyes részletek. Ez lényeges. Az előbb egymáshoz értek, de akkor pedig attól volt unalmas, hogy ez egész lap be lett velük terítve, és semmi különlegesség nem volt benne. Így nem érnek egymáshoz, nincs köztük kapcsolat, nincs köztük kohézió, szétszabdalódik az egész, tehát ezt is gyakran látom, hogy úgy, hát valami legyen, és nem köszön vissza egy forma, egy szín, egy semmi. Tehát igazából itt különböző darabkák lógnak a levegőben. Mit kezdjünk akkor ezekkel? Első lépésként én azt szoktam csinálni, hogy kezdem a legnagyobb darabokkal, mégpedig valahol itt az oldal alsó régiójában. Például ez itt jól
le van vágva, itt tépve van, attól érdekes is, és mondjuk itt egy másik nagy darab, ami tök más színű formájú, és ha így egymáshoz érnek, akár egymásra is rakhatnám őket, de mondjuk így összeérnek, ez már egy érdekes dolog, így folytatódik egy forma. Viszont ez két egészen különböző színű, színtartományú, minőségű dolog, úgyhogy valamiképpen érdemes őket összefogni. Hogyan lehet őket összefogni? Úgy, hogy rakunk rá egy harmadikat, ami mind a kettőn rajta van. Ez lehet igazából bármelyik. Lehet ez is. Lehet egy ilyen is. És még érdekesebb lehet a dolog, hogyha nem egyforma nagyságban helyezkedik el a kettőn, hanem akár eltolva. Nem tudom, hogy mire gondolok. Például ezzel fognám össze ezeket. Akkor az egyikbe kisebb rész jut, másikban nagyobb. És itt ez tök szép, hogy áttetszik, mert itt megváltoznak a színek, tehát már attól, hogy egymásra tettem őket, már van egy nagyon érdekes effektus. Ha az egyik sarokban van valami, és maradjunk ennél egyenlőre, aztán majd meglátjuk, tegyünk a másik sarokba is valamit, mondjuk ezt és ezt. Az L alakú elhelyezés az mindig érdekes. Így nem a közepére pakolok mindent, mert akkor az megint olyan, abban semmi érdekes nincs, hanem egyenlőre az egyik részére, itt meg kiegyenlítésként a másik sarokba, tehát itt próbálok egyensúlyra törekedni. Itt vannak a sötétebb, nehezebb, élénkebb, nagyobb darabok, itt pedig kisebbek és világosabbak. De mondjuk... ezzel ezt nem is, még jobbat tudok. Ezt teszem ide, mert ebben a sötét foltban van egy olyan minta, ami folytatja ezt a vonalat. És ezáltal nagyon érdekes lesz, tehát hogy egyik papír a másik mintájába folytatódik, az nagyon különleges. És ide mondjuk kipróbálom ezt. Így, itt már ez nagyon nagy tömeg, tehát három nagy darab, az megint kezd elnehezülni, unalmassá válni. Ezt úgy lehet, vagy úgy érdemes feloldani, hogyha valami kinyúlik belőle. Ezt is lehet helyezgetni, ahol a legjobbnak találod. Mondjuk itt a harmadolónál elhelyezni talán jó ötlet, de ezt akár itt le is zárhatjuk. Ennek a végét ezzel az is érdekes lehet. Tehát valahogy úgy nagyjából a harmadnál elhelyezni. Ezzel nagyon jó lehet fátyolósítani itt az effektust. Nem az effektust, tehát az effektus a fátyolósítás, és az alatta levő színeket érdekessé varázsolni, de ugye ezzel a sárgával is meg lehetett ezt csinálni akár. És ez pedig, hogyha van egy nagy függőlegesünk, legyen egy vízszintesünk is, elhelyezhetjük mondjuk itt az alján. Jó, hát így nagyjából összeállt, hogy hogyan is érdemes. És így már is van valami, ami azért értékelhetőbb, és nem, hogy sok apró darab lébecol jobbra-balra. Nyilván még lehetne itt ezekből a kis, akár kékes színű árnyalatú darabokból is rátenni, de már így is látszik, hogy a nagyobb darabokon a kisebbek, amelyek kinyúlnak, egymást fedik, az mindig sokkal izgalmasabb, és mégiscsak van egy negatív tér, ami szinte olyan, mint egy tájkép kis fantáziával. És ami még érdekes, hogy a sötét szín, a fekete visszaköszön, ez összefogja ezt a két csoportot. Tehát, hogyha visszaköszön legalább egy szín, egy papír
darabcsoportból a másik részben, akkor nem érezzük olyan távolinak a kettőt, hanem ez összeköti őket. Általánosságban elmondható, hogyha nagy felületeink vannak, akkor osszuk fel azt kisebbekre. Ha sok kis darabunk van, azokat pedig kössük össze valamiképpen. Össze lehetne kötni most ceruzavonásokkal is, tollvonásokkal. Össze lehet kötni azzal, hogyha fogom és elkezdem itt felépíteni valamilyen ügyes módon, hogy összeérjen a két rész, akkor már nem válik el egymástól, de két nagy felület egyébként az teljesen rendben van, főleg, hogy a fekete szín az összefogja őket. És akkor kerestem egy ilyen figurát, hogy legyen egy főszereplője is a kollázsunknak, az ő elhelyezése érdekes még, hogy hova érdemes tenni. Az egyik lehetőség, hogyha világosabb lenne mondjuk az arca, akkor ez egy érdekes megoldás, mintha glóriája lenne, tehát egy háttere lenne így az arcának. Lehet tenni a nagy kiemelésnek a közepébe, valamilyen módon úgy elhelyezve, hogy semmi ne legyen zavaró, de meg van vágva itt az alja, hogy én legszívesebben így ebbe tenném bele, viszont erre fordul, nem szerencsés, valahogy ide tenném, de mégiscsak ennek a közepébe, hogy ez egy hátteret adjon neki. Most azt fogom csinálni, hogy az egész kompozíciót átpakolom ide, és annak a közepébe fogom beleültetni őt. Történt néhány változás. Az egyik, hogy mégiscsak összenőtt ez a két csoport. Ez itt nagyszerűen összetalálkozott, összeköti őket ez a hosszú. Itt szépen bele torkollik ebbe a kerekbe, és itt meg is kereshetem a leánykának a helyét. Talán valahogy így, nyilván lehet még egy picit jobbra-balra. Ez egy ilyen ízlés kérdése is, hogy hol van számodra az az egyensúly, ahol ő jó helyen van, és gyakorlatilag készen, mondjuk az egyetlen problémánk az maradt, hogy itt most nagyon nagy lett a hely, ami tulajdonképpen nem probléma, hiszen megtehetjük azt, hogy levágjuk, tehát mondjuk így körülbelül egy négyzet alakúra az egészet, és úgy már teljesen rendben van a kompozíciónk. Nyilván a hölgynek a majdnem középen levő arca lesz a fókuszpont, van neki egy ellenpontja is itt ez a rész, és az egész kompozíciónk egy L alakú, ami egy klasszikus megoldás, vagy akár U alakú most ezzel a sárgával együtt, úgyhogy teljesen kiegyensúlyozott, alul vannak a nehezebb, nagyobb dolgok, fönt pedig ez kiegészítésként szerepel, úgyhogy így kell ránézni. Na hát remélem, hogy segítségedre voltam ezzel a kis videóval, és örömteli kísérletezést és alkotást kívánok neked a kollázsoláshoz.